Napokon belül kórházzá alakítják a marosvásárhelyi orvosi gyógyszerészeti tudomány- és technológiai egyetem sportcsarnokát, ahol koronavírussal fertőzött betegeket láthatnak el. Az épületben egy-két ágyas szalonokat kialakítva mintegy száz férőhelyet helyet tudnak biztosítani a fertőzöttek számára. Kórházá alakítják a Marosvásárhelyi -er George Emil Paladé Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem sportcsarnokát. A felsőfokú intézmény vezetői tegnap bejelentették, hogy a helyszín szükség esetén úgy alakítható, hogy ne fertőzöttek kerüljenek oda, hanem más páciensek. Az egyetem rektora szerint a járvány még csak ezután tetőzik, a megyében egyre növekvő fertőzéses esetek száma pedig indokoltá teszi a moduláris kórház létrehozását. Országos szinten foglalkoznak azzal, hogy elegendő hely legyen a koronavírussal fertőzött betegek ellátására, megyei szinten pedig becsléseink szerint, ha a helyzet változatlan marad, a kórházak a közeljövőben elérik a maximális kihasználtságot. A közel 2400 négyzetméternyi felületen 80-100 tudnak elhelyezni az orvosi felügyeletet igénylő koronavírussal fertőzött betegek számára. Az intézményben egy-két ágyos szalonokat alakíthatnak ki, ahova akár tíz napra is beutalhatják a betegeket. A kórház működtetéséhez szükséges engedélyeket még a hét folyamán kiváltják. Leonard Dazanfiré elmondta, a kialakításos szükséges felszereléseket már megrendelte az egyetem. Várhatóan a hét második felében ki is szállítják, a kórház pedig hét-tíz napon belül kezdheti el működését.